Tisztelettel üdvözlöm közösségünk minden megjelent tagját. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján. A műsort készítette Kazi Mária. Műsorunkat Germuska Pál, Horváth Miklós, Őrsi László írásait felhasználva állítottuk össze. A visszaemlékezések Reiner Józsefné és Tréli Józsefné elbeszéléseiből születtek. Közreműködők a Tarjáni Fúvózenekar, vezényel Román Géza, a Nemzetiségi Dalkör. A műsor további szereplői Ízigné Árendás Katinka, Árendás Bence, Kis Gergő, Szegedi Gergő, Salkamer Erika, Vízt Gergő, Kazi Mária, Rit Regő, Grösl Violetta. Kérjük, hogy a műsorban elhangzó dalokat énekeljék együtt velünk. Megkérem Szabó Zoltán tisztelendő atyát és Pap László lelkész urat mondják el imáikat, gondolataikat a megemlékezéssel kapcsolatban. Ezután kérjük, énekeljük közösen a zenekarral és az énekkarral nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok. És ha valaki közületek első akar lenni, legyen az utolsó, mindenkinek a szolgája. Hiszen az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kedves emlékező testvérek, nemzeti ünnepünkön azokra a hősökre és vértanukra emlékezünk, akik hazaszeretetükkel, bátorságukkal szolgálták hazánkat. Hálás szeretettel emlékezzünk az 56-os forradalom és szabadságharc szolgáira, hőseire, és élő hittel, az örök boldogságba vetett reménnyel imádkozzunk értük. Kérjük a ma égi születésnapját ünneplő nándorfehérvári hős, a haza szolgálatában élen járó Kapisztrán Szent János ferences áldozópap hathatós közbenjárását. Istenünk, te Kapisztrán Szent Jánost küldted szorongattatásban élő híveid megerősítésére. Add, hogy oltalmad alatt biztonságban éljünk. Őrizd meg egyházadat és hazánkat szüntelenül békében és szabadságban. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Áldás, békesség, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelentett, megemlékezőt, akik az 56-os szabadságharcban elhunytak emlékére jöttünk mi most itt össze. A zsoltáros szavaival hadd emlékezzünk egy kicsit a hőstettekre, és Jézus Krisztusban, Istenben megvalósult nagy szeretetére, a mi Urunknak, a mi országunkon is. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján. Legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget az ő szentélyéből, erősítsen a Sionról. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Akkor örvendezünk a győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Amen. Imádkozzunk.
Mennyi édesatyánk a Jézus Krisztusban! Állatelt szívvel vagyunk most is együtt ezen az ünnepségen. Hálás a szívünk, hiszen megtartottál bennünket. Megtartottad a mi népünket, megtartottad a te kegyelmedben és hitünkben azt a népet, amelyért most is hálát adhatunk. Köszönjük, hogy részei lehetünk ennek a népnek. Köszönjük, hogy most is ezen a gyönyörű napsütéses délelőtön, az emlékezés órájában együtt lehetünk, együtt hallhatjuk a szépen zengő szavalásokat, énekeket, és együtt szólíthatunk meg téged is a mi imádságunkban. Arra kérünk, Istenünk, hogy úgy, ahogyan népedet vezetted a régmúlt időkben, úgy vezess minket is. Adj nekünk is örök békességet, adj nekünk is nyugodalmat országon belül és kívül, és add meg, Urunk, azt, hogy a nemzetek között is békesség tudjon uralkodni. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Évenként emlékezünk meg 56 eseményeire. Felidéztük annak a végzetes 13 napnak a történetét, elmondtuk a híressé vált verseket. De miénk lett ettől 56? Akik akkor eszméltek a világra, 8-12 évesek voltak, vagy ifjúságuk kezdetét élték. Mire emlékeznek? Mire emlékezünk? Ahány város, község, nagy és kis közösség, család vagy egyén, annyi 56 él szívünkben, tudatunkban. Annyiféle öröm, bánat, összetört remény, élet van mögötte. Sokféle akarat, sértettség, kívánság vonult az utcákra akkor, egy-egy ember lelkében. Félt otthon, vagy ragadott fegyvert éppen. 11 éves voltam akkor. Látom magam előtt, ahogy a gimnazisták tanáraikkal, igazgatóikkal békésen vonultak Mófő utcáján. Szép volt, és idegen abban az időben.
lelke volt. Nem volt benne kényszer. Közben a villanypoznára felültetett hangszórókból zene és a Kossuth Rádió műsora szólt. Később nagyapám félve az inflációtól kegyesen vásárolt nekünk egy néprádiót. Beköltözött a külvilág a lakásunkba. Ma is érzem a gyomromban a rettegést a véres hírektől, félelmet a fegyverektől, a háborútól. 11 évvel a második világháború után voltunk, és az én fejem fölött ezek a történetek hallatszottak örökké. Évekig fülemben csengett, ott maradtak a versorok, vér folyik a Pesti utcán. Láttam szinte. A verssel a 90-es évek elején találkoztam újra. Tamási Lajos, Piros a vér a Pesti utcán. Megyünk. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Akadozva száll még az ének, de már miénk a Pesti utca. Nincs más teendő, ez maradt. Csak ez maradt már menedékül. Valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl újjongva csapnak, kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak. Ismét miénk a Pesti utca. Ismét miénk a bátor ének, parancsolatlan, tiszta szívvel, s a fegyverek szemünkbe néznek. Kire lövetsz, belügyminiszter? Piros a vér a Pesti utcán. Munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kit lövetsz? Kire lövettek összebújva ti, megbukott miniszterek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. S a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, merre futsz? Véres volt a kezed már régen, Gerő Ernő. Csak ölni tudsz. Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik és elveri. Mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utcák kövein. Piros a vér a Pesti utcán. Munkások, ifjak vére folyt, a három színlobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A három színlobogók mellé tegyetek három esküvést. Sírásból egynek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét, s fogadalmat. Te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán folyt a vér. Még a hang színe is megmaradt a fejemben. Képli Anna szavai voltak ezek. Reményvesztett nemzethez. Megyek, hozom az ENSZ csapatokat. Nem hozta soha. November 4-én hajnalban tankok dübörögtek. Anyám félt, és tudta, mindennek vége. Vége volt, elmúlt. Csak a községházi ablakon kidobált és kiszórt, majd meggyújtott, de el nem égett iratok borították be a főteret. Ezen jártunk hetekig. Szimbolikus volt ez is. A megperzselődött, de el nem égett múlt. Budapest és a vidéki városok azonos hullámhosszra álltak. Szervezkedés, változások mindenütt. Az új kormány hozzáállása a forradalmi megváltozásokhoz naponta változott. A közhangulatot az utca eseményei diktálták. Egy 14 éves fiú kérdései. Az osztálytársaimmal annyi idősek vagyunk most, mint azok a srácok 56 őszén.
akik a benzines palackokat, a molotov koktélt dobálták a tankokra, puska húzta a vállukat, lőszert cipeltek. Látták a halottakat az utcákon, tereken, élelmiszert vittek. Miért tették? Miért voltak ők ilyenek? Nem féltek? Nekünk történelem az az idő, de még a nagyszüleink is gyerekek voltak akkor. Miért nem értem? Miért nem leszek lelkes? Miért? Sok még az ismeretlen nekem. A felnőttek azt mondják, erről nem beszélhettek, nem tanultak róla. Engem az akkori kortársaim döbbentenek meg, izgat. Hősök akartak lenni? Bennük volt a 11 évvel azelőtti háború emléke? Gyűlölték a ruszkikat? Így hívták a szovjet katonákat, akiknek a kegyetlensége legendává lett? Érezték, hogy hazudnak nekik? Hogy éheztek, nem volt ruhájuk rendes? Hogy jegyre kaptak élelmiszert? Hogy a vonatok jóvátétel fejében kiszállították az ipari termelés jelentős részét, az élelmiszert? A lerombolt városok, a fel nem épített hidak látványa. Az árvaság fájdalma, az örökös kiszolgáltatottság. Mi vitte őket az utcára? Miért lettek ők hősök? A felnövök talán megértem. Rémes emlékek gyötörték azokat, akik megismerték a rákosi börtönök internáló táborok körülményeit. Kapdebó Tamás, Memento Libertatem. Ha körmöd alá tüskét vernek, sötét zárkában vasra vernek, ha húgycsövedre ceruzát húznak, szerettedért becsuknak, túsznak. Ne feledd, semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké. Ha a nyelvedet kifacsarják, magzatodat kikaparják, ha megtömnek kábítószerekkel, hogy kibékülj a perekkel, ne feledd, semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké. Ha országodban ketrecbe zárnak, ha kibújnál, aknákkal várnak. Ha átrepülnek, megbélyegeznek holtadig, ha kartotékra tesznek, ne feledd, semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lehetünk törökké. Ha lazábban fogják a kantárt, civilbe bújtatják a zsandárt. Ha rendjeleket osztogatnak, csak néha napján fosztogatnak, még ha feléd is rúgják a koncot, s szolgának kapsz egy nyomoroncot, ha bőből szavakkal csalogatnak, s ahol fáj, ott nyalogatnak, ha turbánra, sörbetre jut és borra, gondolj akkor a sejem zsinórra. Ne búsulj, kenyeres, semmi sem tart örökké, 150 év alatt sem lettünk törökké. Ez a két sor néhány budapesti ház falára is felkerült az utolsó hetekben. Hogyan viszonyult az eseményekhez a világ? A Nyugat a Szabad Európa rádión keresztül hitegetett, de megkésett élelmiszercsomagokban az egyszerű emberektől jött a segítség. A menekülőket a kezdetektől fogva befogadta a világ. A hivatalos nagyhatalmi politika hallgatott, rábízta magát a világháború utáni egyezményekre. A szovjet politikai és katonai vezetés már keményebben látta az eseményeket. Moszkvában a felkelés hírét és főleg nagyságát Zsukov marssal és honvédelmi miniszter erősen felnagyítva adta a legfőbb vezetést tudtára. A szocialista országok vezetői és Tito is felháborodva fogadta a magyar eseményeket. Ilyen lett a válasz is. Az 56-os Magyarországot, a felkelőket azonosították a II. Világháború katonáival. Úgy harcoltak ellenük, mintha a háborút folytattak volna. Fasiszti, mondták rájuk. Az itt állomásozó hadtest, mintegy 6000 katona, harci járművek nem tudott megbirkózni a felkelőkkel. Nem volt sem a magyar, sem a szovjet vezetés ilyen ellenállásra felkészülve. Veszteségeik nagyok voltak. Kudarcot vallottak az utcán harcolókkal szemben. Ez csak fokozta a szovjet hadvezetés dühét velük szemben. Benjamin László, elesettek. Lánctalpakon,
egyenruhában jött a halál értetek. Szerelem, munka, remény, jó és rossz már tőletek elvétetett. De emléketektől is veszik el a becsületet. Élők és holtak, fosztogatóna titeket gyaláz, aki ezt a szomorú országot utolsó kincseitől akarja megfosztani. Hát jöjjön a lánctalpas hatalom, szívünket fossza ki. Ágyúszó, könnyű zene búcsúztatja az elesetteket. Nem sírás. Mi lesz velünk? Már csak a sírban a szabadulás? Nincs felelet. Csak a vér van, csak a gyász. 1956. október 30-án döntés született Moszkvában. Titokban kidolgozták a forgószélhadműveletet. Magyarországot november 4-én hajnalban az itt állomásozó és a határól indított csapatok megszállták. Ezzel a Varsói Szerződés tagállamai is egyetértettek. Harc, menekülés, bújdosás. Ismét vesztettünk. Fővárosból a nyugati határ felé menekülő korvinköziek november 9-én teherautón fegyverekkel értek a falunkba. A Tatán állomásozó szovjet hadtest tudomást szerzett a fiatal fegyveresekről. Hogy mi történt itt, hagyatkozzunk a visszaemlékezésekre, melyeket 2011 évében jegyeztünk le. Egy 7 éves kislány visszaemlékezései. Arról beszélgettem valakivel, hogy egy megkésett riportra készülök 56-tal kapcsolatban. A válasz meglepett. Nem akarok emlékezni. El akarom felejteni. Nem tudta, bevésődött az akkori retteret. Az apró történet mégis a felszínre jött, egy kis csend után. 7 éves voltam akkor, elsős. Amikor lövöldöztek, az iskolában a pad alá bújtunk. Majd a tanítóink a pincébe vezettek minket. Ez a háború emléke. Amikor már csend lett, elhallgattak a fegyverek, hazaindulhattunk. Még most is bennem él a rettegés. Mert az úton, ahol hazajutottam, leterített holtak feküdtek. Én, a 7 éves kislány, félelemmel
Iszonyattal lépdeltem át a holtakon. Ez a mai napig bennem él. Nem akarok emlékezni. Aztán egy délután Reiner Kati nénivel és Téli Kati nénivel leültünk beszélgetni, hogy emlékezzünk. Milyen volt az életetek akkoriban? A háború, a nincstelenség, a kitelepítés, az utána következő nyomorúság, a megfélemlítés volt mindnyájunkra jellemző, és a hallgatás. Beszélni tilos volt. Nem tudtad, miért visznek el, miért büntetnek. Élelem, kenyér, tej csak a boltokban volt, ha volt. Itt is a lesöpört padlások, az élelmiszer hiánya jelentkezett. A férfiak a bányába, a megnyíló üzemekben jártak dolgozni. Anyagilag egy csöpp lélegzethez jutottunk, ezt azonban az 56-os őszi események felborították. Vásároltuk, költöttük a pénzecskénket, mert az a hír járta, hogy ismét infláció és áruhiány lesz. Mit tudtatok az országos eseményekről, október 23-ai napokról? Nálunk szólt a rádió, az apósom hallgatta, a férfiak maguk között biztosan beszéltek róla, de én nem sokat tudtam akkor ezekről az eseményekről. Itt is érvényben volt a hallgatás, no meg asszonynak nem való a politika. A kisgyermekem, a másodikkal várandós voltam, a háztartási teendők lekötöttek, nem szembesültem ezekkel egészen november 9-éig. Hány éves voltál ekkor? 23. Az óvodába mentem nagy pocakkal a fiamért. Visszafelé jövet, belekerültünk a lövöldözésbe. Tankokat láttam, katonákat, idegen embereket, de csak az vezérelt, hogy biztonságba jussak a gyerekekkel. Befutottam az élelmiszerboltba, itt a sarkon, sokakkal együtt. Ott gugoltunk, szorongtunk, míg elcsendesedett az utca, nem lőttek. Egyetlen célom volt, hazajutni épségben. Futottunk, újból lövöldöztek. Repülőgépek szálltak, köröztek a temető és a falu fölött olyan alacsonyan, hogy látszottak a géppuskák, őriztek bennünket. Hosszú évtizedekig erről is hallgattunk, nem beszéltünk, féltünk. Befutottam az egyik házba, az asztal alatt töltöttük a következő perceket. Hogy mennyit, azt nem tudom. Mikor újból csend lett, hazáig rohantam. Nem emlékszem, nem tudom hogyan, de végre otthon voltam. Este felé, arra emlékszem, az apósom figyelmeztette a fiatal férfiakat, ne avatkozzanak bele az eseményekbe. Félt attól, hogy elhurcolják őket, mint a háború végén történt. A férfiak a nádasban bújtak el erre az éjszakára. Ahogy az események csitultak, ők persze hazajöttek. Oh.
Józsefné visszaemlékezése. Rádiónk nekünk nem volt, az országos eseményekről semmit sem tudtam. Nem úgy volt, mint manapság. Tévén, interneten keresztül mindent tudnak az emberek, szinte a történés pillanatában. 20 éves voltam, még hajadon. Itt, a Jókai utcában laktunk mi is. Mikor csökkent a lövöldözés ezen a délutánon, kimerészkedtem az utcára, előre mentem egészen az akkori Héregi útig, a sarokig. Láttam a fegyveres felkelőket, a tankokat, a falubelieket és a kiterített, de még le nem takart halottakat. 5 voltak. Elborzasztott és megijesztett ez a látvány. Egy lány is volt közöttük. Később petróleumot és üvegeket próbáltak összeszedni a fiatalok, talán molotov koktélt akartak csinálni, ki tudja. Az orosz teherautón ülő katonák sora hiányos volt. Sebesülteket, halottakat nem láttunk, biztos azonnal a teherautóra rakták, és magukkal vitték őket. Róluk az orosz levéltárak máig hallgatnak. Nem emlékszem, hány nap múlva volt a felkelők temetése itt a falu temetőjében. Az itt lakók közül sokan voltak ott a szertartáson, kimentem én is. Itt halt hősi halált Bukor József, 16 éves. István Éva, 22 éves, Knipfel Ferenc, 19 éves, Kökény Albert, 24 éves, Nádasi János, 24 éves. Faludi György, 1956, te csillag, részlet. 1956. Sem emlék, sem múltam nem vagy, sem történelem. De lényem egy kioperálhatatlan darabja. Testrész. Kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi vize zubog a híd alatt, melynek nincs korlátja. Életemnek te adtál értelmet. Vad álmokat éjjelre, és kedvet a szenvedéshez. Meg örömet. Mindig te fogtál kézen, ha botladoztam. Magasra emeltél, s nem engedted, hogy kifulladjak vénen. 1956, te csillag. A nehéz út oly könnyű volt veled. Oly réges-régen sütsz fehér hajamra, ragyog sokáig még síron felett. A világtörténelem színpadán 56-13 napja jelenet, mellékszereplőkkel. Nem volt világrengető esemény a vezető nagyhatalmak számára. Több, mint 200 000 ember hagyta el a hazáját. Az itthoni megtorlás kegyetlen volt a bukás után. A szuezi válság fontosabb volt, mint a kicsi Magyarország. A mi történelmünkben azonban forradalom és szabadságharc volt. 1848 méltó utódja, mely megmozdított egy téglát a jelképes és később valós berlini falban a világtörténelemben. Községünk az elsők között volt, ahol 56-os emlékművet állítottak az elesettek emlékére. Yeah.
Vessünk gyertyát mindazokért, akik 67 évvel ezelőtt életüket adták egy szebb jövőért. Égjenek a gyertyák azokért, akik testi-lelki sérelmeket szenvedtek, az életekért, a bebörtönzöttekért, a tönkretett sorsokért, megszomorított gyermekekért, a félelmek feloldásáért, a történelmi megbékélésért. Megkérem Klinger Tamás polgármester urat, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megemlékezők! A mai megemlékezésünk elsősorban nem egy réges-régen elmúlt történelmi esemény emlékét kell, hogy felidézze bennünk, hanem arra az elszánt küzdelemre kell, hogy emlékeztessen, amit az előttünk, a szüleink előtt felnőtt generáció vállalt. Arra a szabadságvágyra, ami a szívünkben mind a mai napig él. És számomra talán a legfontosabban mai napon, hogy együtt emlékezzünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, hogy tisztelegjünk azok előtt, akik a szabadságért és a hazáért küzdöttek, és felidézzük a forradalomnak azt a szeletét, amely ezen a helyen is zajlott. 1956. októberében a remény és a vágyak telítették a levegőt. A fiatalok, az idősebbek, mindenki arra vágyott, hogy végre szabadon élhessen és hazáját szolgálhassa. Nem volt könnyű döntés a harc mellett, de az emberek összefogtak, és bátorsággal és elszántsággal szálltak szembe a diktatúrával. Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem csak egy fejezet a történelmünkben, hanem egy örök példa arra, hogy az emberek, ha összefognak, képesek megváltoztatni a világot. A településünkön élőknek ma is megvan az erejük és a képességük arra, hogy alakítsák jövőjüket, hogy teremtsék meg a szabadság és az igazság társadalmát. Ezen a napon emlékezünk azokra, akik életüket kockáztatták és vesztették a szabadságunkért. Azokra az emberekre, akik hősiességükkel és kitartásukkal példát mutattak az egész világnak. Az 1956-os események emlékét őrizve tisztelettel adózunk mindazok előtt, akik az akkori harcokban részt vettek, és mindazok előtt, akik a következő évtizedekben a szabadságért, a demokráciáért küzdöttek, és sokszor szenvedtek. Településünkön is voltak harcok, az idősebb generáció tagjai még ma is emlékeznek azokra a nehéz napokra. Utcáinkon, az iskolánk és otthonaink előtt zajlott ez a harc. A harc az elnyomás ellen. Ez az emlékezetes nap is erősítse községünket, és hozzon közelebb minket a szabadság és az együttműködés értékeihez. Éljen tovább mindannyiunkban az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a méltó megemlékezésnek a létrehozásához. Köszönet a színvonalas műsorért a szereplőknek, a dalkörnek, a zenekarnak, a gitáros zenekarnak. Köszönet a felkészítőknek, akik a korábbi évekhez hasonlóan sokat tettek azért, hogy ez a rendezvény ilyen emlékezetessé váljon. És végül köszönet mindenkinek, aki eljött, hogy együtt emlékezzünk és tisztelegjünk az 1956-os forradalom hőseinek és azoknak, akik a szabadságért harcoltak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
és az elmúlása. A jég apró elég, mindig nyitva állék. Akárhonnan jönne, bárkit engednék, nem kérdezném tőle, hát téged mi küldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Ha én ablakolnék, akkor a nagy lennék, hogy az egész világ mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, nem lennék játéka mindenféle szélnek. A koszorút Berecki Gábor és Klinger Tamás helyezi el, Tarján község önkormányzata és a Tarján német nemzetiségi önkormányzat, a német nemzetiségi óvoda és a német nemzetiségi általános iskola, a római katolikus egyház és a református egyház nevében. A megemlékezés zárásaként kérem, közösen énekeljük majd el a szózatot. A szózat eléneklése után ünnepségünk véget ért. Megjelenésüket köszönjük!
Jó.